Szombaton lett volna az év első versenye Hellebrandt Máténak, aki elmondása szerint tökéletes felkészülést tud maga mögött. A nyíregyházi gyalogló decemberben Japánban készült, majd két hosszú portugáliai edzőtáborral hangolt a hagyományos dudincei versenyre, ahol be akarta biztosítani olimpiai szereplését. A szlovákiai viadal azonban a többi sporteseményhez hasonlóan a koronavírus áldozata lett. November óta igazából erre a dudincei versenyre készültünk, ez lett volna nagyon fontos verseny a kvalifikáció szempontjából, szóval mi most ezen a héten vagyunk csúcsformában, viszont ezt nem lehet tartani hetekig, hónapokig, nem tudjuk, hogy mikor fogunk újra versenyezni, szóval most azt csináljuk, hogy egy kicsit visszaálltunk, már múlt héten, meg ezen a héten is, most csak napi egyet edzünk, és várjuk a fejleményeket, hogy akár júniusban, vagy május végén, hát a valamelyik ország, ahol már rendeződik ez a vírus, ott hát ha már valahol lesz egy verseny, és akkor arra időzíteni úgymond a csúcsformát, mert folyamatosan nyomni hétről hétre, hónapról hónapra ezt így nem lehet. Szóval mivel most vagyok csúcsformában, ezért sajnos verseny nélkül most kell visszavenni egy kicsit a tempóból, és tartalékolni majd júniusra, hogyha megtartják az olimpiát egyáltalán, ugye még az se biztos. Az edzés adagját heti 100 kilométerre csökkentő Hellebrandt Máté ott volt a londoni és a riói olimpián is, azt azonban nem tudja, hogy mikor mondhatja majd magát háromszoros olimpikonnak. Napról napra változik a helyzet, ugye a labdarúg Európa bajnokságot is törölték, rengeteg sporteseményt elhalasztanak, most a teniszvilágban is befagyasztották a világranglista pontokat, szóval nem tudom igazából. A NOB és a Japán Szövetség tényleg amellett van, hogy július és augusztusban megrendezik az olimpiát, de én nem látok rá sok esélyt, és igazából a közösségi oldalakon nagyon sok külföldi sportoló emellett van, hogy vagy halasszák-e, vagy töröljék-e, vagy legalábbis ne ebben az időszakban rendezzék meg az olimpiát, legalább pár hónappal tolják el, mert egy az, hogy nem lehet biztosra megmondani, hogy ott egy koronavírusos ember se lesz. Kettő, meg hogy most nagyon sok országban már kijárási tilalom is, például a spanyoloknál, franciáknál, ahol ezt már bevezették, ott konkrétan a sportolók edzeni sem tudnak, mert be vannak zárva a lakásba, és így lehetetlen felkészülni egy olimpiára. Mivel Máté idén még nem indult versenyen, nincs rajta a világranglistán, így egy versenyre mindenképpen szüksége van ahhoz, hogy szintidővel vagy ranglista helyezéssel kijusson Tokióba.